A Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium a józsavárosi katolikusok templomaként is szolgál, ezért régóta szerettek volna harangokat telepíteni, amelyek hagyományosan részesei az egyházi szertartásoknak. A hagyomány szerint a szent misék előtt a hívogató harangszó gyűjti egybe a híveket. A gimnázium dísztermét úgy alakítottuk ki már korábban, hogy az a kápolna feladatot is, sőt ennek a józsavárosi hívőközösségnek a temploma is tulajdonképpen, és így két közösség használja, egyrészt az iskola, másrészt pedig a józsavárosi római katolikus hívek temploma, és hát az ő kívánságuk volt az, hogy itt a templomot kívülről egy harang is jelezze. A harangokat Magyarország egyetlen harangöntő műhelyében, Őrbottyánban készítette Gombos Miklós, aranykoszorús harangöntőmester. A nagyobbik a Szent Imre harang 110 kg súlyú, a kisebbik a Szűz Mária harang 56 kg-ot nyom. A harangokat pünkösd vasárnap helyezték el a gimnázium új harangtornyában. Az elmúlt 25 évben, mióta édesapám elkezdte ezt a mesterséget, átléptük az 1500-as számot. Tehát 1500 darab harang készült a műhelyben. A harangszentelés követően szentmisét tartottak a kápolnaként is használt iskola dísztermében. A sok száz éves hagyomány szerint hétköznaponként a reggeli harangszó munkakezdésre hív, az esti a munkavégzés utáni hálaadásra ösztönöz, a déli harangszó pedig a Nándorfehérvári győzelem emlékére szólal meg minden nap.